Sziasztok srácok, én Lippi vagyok, ez itt újra a Freestyle Feci, itt van a Bálint, és ebben a videóban összeszedtük nektek az öt leg... Furább? Szarabb. Hát nem tudom. Szóval öt érdekes trükköt, amit így egyébként nehéznek gondolunk, meg nehéznek is találtunk, mert mi is megpróbáltuk őket, és kiderült igazából, hogy... Két dolog igaz ebben a videóban, az első, nem minden signature trükk signature, mert így nem van. Néz ki feltétlenül annyira jó, a másik meg, hogy szar freestyle-ek vagyunk. Tehát ez van. Hatványozottan igaz, öregek vagyunk, nem érezzük ezeket az új múlva. Nem. Úgyhogy én szerintem nem is szaporítanám szót, hogy az első, ami nem, mivel próbálkoztunk? Melyik szerintem az legyen az első, ez a taculó, tuzáni féle fejleütés, mondjuk hát, ez így. Ez a diótörő amúgy. Diótörő? Jó, hát lássuk. Diótörő más néven. Igazából arról van szó, hogy nagyon egyszerűen, hogy egy felrúgod a labdát, amilyen magas eső, tudod? És páros lábbal átugrod úgy, hogy terpeszbe vagy, és hátul a tarkoddal megpróbálod eltalálni. Jó esetben eltalálod. Jó esetben eltalálod, nem úgy, mint mi. Két dolog lehetséges, az egyik... Tökön fogad magad rúgni, én egyszerű. A másik meg, hogy mindig a hátadra fog jönni a labda. Igen. Szóval nem tudsz akkorát előreugrani, szóval gyakorolni kell egy picit. Freestyle-ban van ennek értelme? Hát... Aki csinálja, azok szerint biztos, de... PVG only. Lehetséges. Hát igazából kevesen csinálják, ennyi. Ja, de amúgy lehet, hogy lenne értelme. Szóval amúgy vannak belőle jó variációk, hogy például oda-vissza valaki megcsinálta már. Szóval amúgy szerintem amúgy ez egy király trükk összességében, csak olyan fura. De ugorjunk is a következő nagyon furára. Másik trükk, és innentől kezdve... Értelmiségi sorrendben fogunk haladni. Kezdjük. A második trükk... Szóval a második trükk, és innentől kezdve értelmiségi sorrendben fogunk haladni, hogy befejezzem Lippi mondatát. Szóval a második trükkünk az a bizonyos fenékdekad, nevezzük így. Jó, ez amúgy jól néz ki önmagában. Szerintem stílusos amúgy, csak hogyha ekkora fejeked van, mint nekem, akkor lehet, hogy nem annyira jó. De amúgy ilyen zsogamonitóban azért benne volt sokszor, szóval amúgy ott így menőben volt beállítva, mint ahogy mi csináljuk. Meg amúgy összességében nem nehéz. Szerintem, de hogyha mondjuk valaki kettőt akar próbálni, mint mi próbáltuk, azért az már egy komoly feladat. Az kihívás, ja, igen. De freestyle csatákban sok ilyet látunk, hogy így adja oda egyik a másik. Igen. Szóval amúgy van értelme, de azért mégis így helyén kezelendő a dolog. Hát meg a másik az, hogy mégiscsak egy legenda tuzáni csinálta, úgyhogy azért óvatos megvan az a helye, igen. Ugorjunk a harmadikra, és most már egyre nehezebben próbálom így összesűríteni, hogy legkevésbé értelme. Én másodiknak már tudom mit rakok, hogy így harmadiknak a szeán féle has F dekát fogom sorolni, mert ugye a breakben még azt hiszem a Lilu csinálta még a b-boyos időben, a BC1-ba 2004-2005-ben, amikor folyamatosan megnyerte többször, aha, akkor ez a saját move-ja volt igazából, ez a rezgőtest, vagy nem tudom, mit nevezni. Hát ez nem jön vissza a mi videóinkból, de a lényeg az igazából, hogy valahogy a hasfal környékén kell dekázni a labdával. Én szerintem a tartás nagyon fura, az ütem az abszolút nincs meg. Nem tudom amúgy ebben mennyi lehet a világrekord, de 10-nél többet nem ismernék mondani. De hát, hogyha valaki ráérez erre a mozdulatra, azt tudja csinálni, csak nekünk a magyaroknak nem megy. Nem. Szokva. Meg hát először próbáltuk életünkben, azért azt hozzáveszünk 4-5 darab, ez ennyi sikerült. Szerintem utoljára egyébként. Ja. És így amúgy a furasági szinten azért csak harmadik, mert a második az nem elég, hogy fura, és nem tudom, hogy mit lehetne mondani, de fáj is. Fáj. Tehát egyértelműen fáj, ez nem más, mint a tarkó deka, és én azt mondanám, hogy ez a cirkuszból jön. Azért régen láttunk ilyeneket, csak ugye okosak voltak, gumilabdával csinálták. Igen. Tehát nem úgy, mint mi, hogy focilabdával, és hát szerintem magukért beszélnek itt a reakciók, hogy így ezt a részt igazából olyan, mint hogyha péklapáttal ütögetnék a fejedet. Így van. De egyébként minden elismerésünk azoknak, akik ezt csinálják, mert nehéz, mert fájdalmas. És tényleg van egy srác, egy angol srác, Dan Magness, egyébként rengeteg világrekordja van, és ő ezt felüti szerintem ilyen 5-6 méterre, hát és legalább ebből csinál egy ilyen legalább egy 10-15-öt. Igen, de ha nem többet. Szerintem ebből is van világrekordja, majd megnézem otthon, de jó, el tudom képzelni. De hihetetlen. Egyértelműen. És az első helyezen. Nem más, mint amikor, emlékszem, volt egy korábbi videó, hogy milyen freestyle-osok, milyen trükköket nem szeretnek, ott a talpas deka volt, meg a térde. Így van. Az tényleg, de azt szokták csinálni, tehát hogy úgy, amikor Jazzától is láttuk ott Prágába,
Varsóban. Varsóban akkor ugye elfogadott volt. De ez, ez amúgy egyszer még oké. Okay. De kétszer... Hát... Már... és tízszer... Felejtsd el, felejtsd el. Csak nézzétek tovább ezt a videót, és akkor én most ezt ide bevágom. Jó. Köszi szépen, srácok, lányok, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett, meg jól szórakoztatok otthon a gép vagy a telefon a képernyője előtt. Hát én azt javaslom, hogy kommentbe linkeljetek be olyan mozdulatokat, amik szerintetek is nagyon furák, és mondjuk akár a sajátotokat is mutassátok meg itt neki. Igen. Úgyhogy ez lenne a feladat. Köszi szépen, hogy velünk voltatok. Ne felejtsetek el feliratkozni, ez itt a Freestyle Foci. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!